Ahogy arra számítani lehetett, megint izgalmas mérkőzést hozott a zöldmezes Etószese és a Mezőkövest csatája. Fej-fej mellett haladtak a felek az első percekben, ekkor még rendezetlen volt a védekezés mindkét oldalon, szinte minden támadásból gól született. Ezután már jobban odafigyelt mindkét csapat az ellenfél támadásainál, így pedig kevesebb gólt láthattak a szurkolók. Egyszer egyik, másszor másik csapat vezetett, de ebből a Mezőkövest jött ki jobban. Ehhez kellett az is, hogy az Etószese kapkodóan rengeteg hibával játszott, ráadásul már az első félidőben 10 percnyi kiállítást kaptak. Ezt pedig ki is tudta használni a vendégcsapat. A félidőben már 13-10 volt az állás a Mezőkövest javára. Végig meg tudtuk valósítani azt a tervünket, hogy helyzeti előnybe kerüljünk, pozíció előnybe kerüljünk, gól előnybe kerüljünk, és a kockáztatás, a változtatás mindig a túloldalon volt. Nekünk is kellett azért, mert úgy gondolom, hogy a védekezés változtatásakor a nyitott védelem ellen nehezen találtuk az ellenszert, azt abból nagyon jól megindult a győri csapat, ami szerintem döntő volt, hogy a gyors indításaikat, lenohásaikat sikerült kontrollt tartani. A folytatásban aztán, mintha egy másik Etószese futott volna ki a pályára, villámgyorsan sikerült egyenlíteni. A vezetésre még kellett egy keveset várni, 17-16-nál ragadta magához újra az előnyt a hazai gárda. Ezt azonban nem sikerült megtartani, megint holdpont jött a játékban, innen pedig már nem volt visszaút. Gyokics ott pár perccel a vége előtt azonnali piros lappal állították ki a játékvezetők, de ezt sem sikerült igazán jól kihasználni. Megbeszéltük öltözőben, mik azok a pontok, ha betartjuk, sikerre vezethet, ez ugye az volt, hogy ne lőjünk át. 29 átlövésünk volt ezen a mérkőzésen, még betörésből, amiből lőttünk 6-6, tehát pont fordítva kellett volna lenni. Ezek az egyéni, illetve csapatszintű fegyelmezetlenségek. Bár ilyenkor azt kell mondani, hogy az egy gólos győzelem meg a vereség az edzőjé, tehát ha ez most az enyém volt, valószínűleg egy rossz cserét nem úgy csináltam, más be lehetett volna küldeni. A végén már csak a döntetlenért támadhattak a győriek, de ekkor már csak másodpercek voltak hátra. Egy időn túli szabaddobással próbálkozhatott a pontmentésért az Etószese, ez azonban kimaradt. 26-25-re tudott győzni a Mezőkövest az egyetemi csarnokban. Rengeteg technikaival. Meg se tudjuk számolni, hogy mennyi. Szerintem Miki ki fogja elemezni a meccset, vissza kell néznünk. Katasztrófa, rengeteg technika hiba és fegyelmezetlenség vége a meccsen. A csapat és én is teljes mértékben szégyellem magamat az után a mérkőzés után. A Mezőkövest ezzel a győzelemmel egy pontra megközelítette az Etószesét a tabellán. A győriek kedden már a junior válogatott ellen bizonyíthatják, hogy csak kisiklás volt a vereség.